Cigány Zoltán, Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai. Csoda és Kósza karácsonya. A Lockároly utcai házban Zsófi és Matyi már nagyon várta a karácsonyt. Matyi mindenféle játékra gondolt, Zsófi valami másra, mert már nagy volt. Játékokra már kevésbé vágyott, talán már inkább a ruhák érdekelték, meg Tarkan CD-re is gondolt, amiről senki se tudta, hogy micsoda, és ahogy így gondolkodtak, egyszer csak kitalálták együtt, hogy el kellene hívni Csodát és Kószát karácsonyra. Az lenne az igazi. Azonnal hozzá is kezdtek a levélíráshoz. Zsófi lenyálaszta a borítékot, a postás hamarosan el is vitte Gödöllőre. Aznap elég sok levél érkezett, Gyöngyi néni alig győzte összefogni őket. Ez meg mi? Valami gyerekírás lehet. Azért nem tudtad elolvasni, sajom. Különben jól olvasol te, nyugtatta meg Gyöngyi néni. Azzal kibontották a levelet. Miket találnak ki ezek a gyerekek? Ez szörnyű. Ezt aztán mégsem lehet. Írd meg nekik, Gyöngyi, hogy a lovak ugyan nem mennek, maradjanak nyugton. Ezt mégsem írhatom nekik, mondta Gyöngyi néni, akiben nagy szív lakozott, csak ez nem látszott a fején. Gyöngyi néni kitalálta, hogy az lesz a legjobb, ha írnak egy levelet a lovak nevében a gyerekeknek, hogy köszönjük a meghívást, de sajnos, mert a nagy tél, meg a hó, de amúgy nagyon kedvelünk benneteket, és gyertek, és minden jót, és záró nyihogást. Ez jó, mondta Sajó bácsi. De hitelesíteni kellene, mondta Gyöngyi néni. Kiviharzott a szobából, egyenesen le Csodához és Kószához. Itt ez a papír, Kósza, tedd rá a patádat! Csoda elkezdett pislogni arra, ami Kósza patája fölött volt olvasható, hogy köszönjük a meghívást, de sajnos a nagy hideg és szeretettel és minden jót. Gyöngyi néni a patanyommal hitelesített levelet, azaz állevelet fogta, és kivitte az istálóból. Csak ekkor mesélt el Kószának, hogy mit olvasott a levélben. Akkor most mit tegyünk? Értette meg a helyzetet Kósza. Jól látható, hogy ez egy állevél volt. Mi most akkor küldünk egy ellen állevelet. Csoda előbb szépen és hosszan megírta a levelet, majd felolvasta Kószának. Na, ezt figyeld. Kérem, főállatorvosi felülvizsgálat céljából szíveskedje megjelenni két lovával a Lockároly utca 5/A alatt, karácsony este lóorvosi főrendelő intézetemben. Kérem a lovakra nagyon vigyázzon, meg ne fázzanak, és lássa el őket meglepetésekkel is, ha lehet. Zárójelben alatta, nehogy tüdőgyulladást kapjanak az úton. Ezt most beadjuk Gyöngyi néniéknek, mintha a főállatorvos írta volna, majd meglátod, mi történik. Becsempészték a levelet a postaládába, és másnap reggel, mikor Gyöngyi néni ballagott felfelé a lépcsőn, főállatorvos, Sajó, az állat, a fő állatorvos írt neked. Ez tényleg részeg, mondta Sajó bácsi. Ez megbolondult. Vigyük fő állatorvosi felülvizsgálat céljából, és épp karácsony este? Gyöngyi néni azonban azt mondta. Te, Sajó, ha nem visszük, olyan büntetést kapunk, tudod, hogy a fő állatorvosi vizsgálat kötelező? Gyöngyi néni törvénytisztelő ember volt, okos is volt, törvénytisztelő is, és amellett elmondhatjuk, hogy szép is nagyon. Ezért úgy történt, hogy karácsony este, mikor újból esett a hó és leszállt a sötétség, Sajó bácsi sörös üvegei ott maradtak a kamrában, kupakkal a tetejükön. Ő pedig bemászott az autó alá, és a hóban fetrengve megpróbálta megjavítani, hogy elinduljon, de nem sikerült. Gyöngyikém! Ez nem fog menni. A szekér, csillant fel Gyöngyi néni szeme. Itt van a fészerben, bekötjük elé a két lovat, és már mehetünk is Budapestre. Így is történt. Csak Gyöngyi néni még összeszedte az ajándékokat, megtömte a lovakat lócsokival, aztán aggódni kezdett értük, nem fáznak-e meg az úton.
Ne aggódj, morogta Sajó bácsi. Téged húznak, na meg engem.